Na, sziasztok, sziasztok! Én Cápi vagyok, és ebben a videóban hardcore-ozni fogunk, gyerekek. Remélem a zene jó, remélem minden jó, nagyon fasza. Boldog új évet mindenkinek kívánok ebből a videóba, és akkor készítem is egy kis jobb verziós Minecraft-tal. Ez itt igazából az a jó kis textura pack-es Minecraft. Szerintem ezen fogjuk újrakezdeni a hardcore-t, normálisan fogunk játszani, és illetve ez a játék, csak ez mesterem cím van belül, szóval mesterem egyszerűen fogjuk megcsinálni a hardcore-os sorozatot, szóval ez szerintem lesz a második rész, és akkor kezdjük is neki szerintem egy kis favágással, ha úgy van. Remélem, hogy a hang az nagyon szuper és nem hangos. Összesen van benne a játékban 30 FPS, ami bőven szerintem elegendő. Ez egy textura packhez, ami az nagyon kell videókártya és minden egyéb. De pont jó szerintem, és pont szépen megy. Épp nagyon szép a játék, szóval tényleg az a... amit nyújt a játék vissza, az... gyönyörű, tényleg. Én mindig néztem a videókat, de egyszerűen nem tudtam, hogy hol kell letölteni, vagy egyebek. Aki még megkérdez, hogy honnan van ez a textura pack, vagy valami. Ezt alapból mesterszöbb bennem, szóval bejöttük a játékba, mit a videójájtás, és ide is rájöttük el kis cuccosra, és akkor ettől közben beállítja nektek ezt a szép textura packet, vagy nem tudom ezt minek hívják, lehet, hogy hülyeséget mondok. Szóval, ja. És akkor nektek is ilyen lesz a játék. Ajánlott igazából, akinek laptopjon, annak nem annyira, mert ez nagyon videókártya téma, de ha videó nagyon erős a gépe, akkor hagyjuk azt a fát, nem szedem ki. Ha nagyon erős a gépe, akkor nyugodtan leszedheti, de ez igazából videókártya a fontos, nem a processzor. Erre a textura packre. Szóval, jó. Szerintem akkor, mivel újra kezdtünk, szerintem legyen az, hogy csinálunk alapfelszereléseket szerintem. Aztán pedig elmegyünk, és nem tudom, keresünk egy hát, ahol lakni kéne. Itt ezt a pocit megölöm, mert múgatott. Gyere csak vissza. De tényleg nagyon... Na, állj már meg! Pocika! Hát azt köszönöm. Veszik el a husikát. Na. Oké, szerintem még láttam teheneket, és de nézzük, egyszerűen ezt elfogom többször is a videóban, de gyönyörű a grafika, gyönyörű, tényleg én... Esküszöm, sírra fogok falkadni. Nagyon hínyi fogok, na. Oké, ott vannak még bocik, ezt meg leszedjük. Levágjuk. Egyre jobbak, a dolgok, amit mondok. Akkor mondjuk azt, hogy... kaját csinálok belőlük. És így összedtem családbarátos, nem az, hogy bántalmazzuk a teheneket, a bocikat. Szeretettel nyújtunk hozzájuk, nyugi, ne bántsál a boci, azaz. Lesz kajcsi, ez nagyon jó lesz. Oké. Okay. És érted, tényleg mindenkinek boldog új évet kívánok még egyszer. Live, nem tudom, hogy ma lesz, de szerintem máma nyomunk egy live-ot. A játék neve igazából, innyi mondom nektek a játék. Frontinettel fogunk játszani, story módba, szerintem egyedül fogok játszani, illetve ha úgy van, akkor veletek, remélhetőleg, jó fog menni a játék, nem fog szaggatni, de majd ezt kiköszöbölöm, remélhetőleg, szóval, ja. Hoppá, ez diszkózik. Állj meg, bocika! Állj meg, bocika! Na jó van, szerintem egy hús elég is lesz, nem vagyok a többi bocit, mert nem szeretem, annyira rossz, hogy így na, bántalmazzuk őket, nem szabad. Szeretnünk el a bocikat. Na, ó, cukornád. Na, az már jó, úgy kezdik, mint az előzőbe. És víz is van. Az a baj, hogy nem tudom, mi a baj. Ezt jól megasszontam. Kéne egy hely, ahol van bőven fa is. Meredék is is. Na, hát igen, nem ilyen fajta, ilyen nagy tér. Na ne, van láma. Kész, itt fogok lakni. El van ötve. Jaj, de ki cuki! Egyem is meg, milyen kis arra gyorsak, he? Há? Nem, mi ez a tűz? Az a tűz miért van ott? Láva. De fényes vagy. Láva. Hát nem tudom, valahol itt kéne akkor, ha már itt sokan állat meg mindenféle. És az a baj, hogy bánya az van bőven, szerintem. Jó. Aztán akkor lakjunk itt. Én ezt szerintem eldöntöttem. De le is pakolom a dolgot. Igen, kaptuk az achievementet is. Nagyon jó. Szuperizációs gyakorlat.
Értem, miért nem voltak videók? Na, ezt így el is mondom nektek, mielőtt még bárki kérdezni, mert igazából hát egy hete nem volt messze videó, vagy több. Azért nem voltak videók, mivel nem értem rá, mivel volt ez a X vagy Next, vagy nem tudom, X Live MT, azon voltam, hogy sokat játszottam. De mivel az történt, hogy kedves barátom odaadta az egyik fejlesztőnek, aki kibannott mindenkit a szerverről, így én nem játszok most már a szerveren, mert nem, ez is megnyitva, és így nem tudom, hogy most megvan az adminságom, nincs-e meg, én nem tudom, ha úgy lesz, és sokan leszek, és amúgy fel lehet menni, akkor felmegyek, de amúgy meg nem fog felmenni, szerintem, hanem visszatérjek a Minecrafthoz, mert azon legalább nem bannolnak le, csak úgy ok nélkül lebannolunk mindenkit, azt akkor boldogságom, mert akkor én kemény vagyok. Egy. Remélem, hogy mindenkinek jól telt a szilvesztere, mert nekem nagyon rossz volt. Én voltam mindenkinek a lelki támasza, mondjuk úgy szép szóval, de nem baj. Nem baj. Jó volt, mert igazából akkor legalább beszélgettem velük, megismerkedtem, szóval, ja, nyilvánvalóan. Szerintem én úgy fogom, ezt kidíszítem, hogy ez lesz itt a polcocskám, vagy olyan polcocskám, ahova tudok pakolni ilyen dolgocskákat. Jó, és itt többi az fából lesz, csak el kéne csinálni, kéne fában kőfejszét. Kőfejsze, ja, szépen megaszontam meg én. Erről az a neve, amit mondtam, kőfejsze vagy kalapfejsze. Fejsze! Fú, de buta vagyok, fajlap. Kőbalta. Jó van, na hát nekem mindig fejsze, de jó, kőbalta mondjuk úgy. Ugyan az egész házam fa. Adj ide! Nyanya! Adsz ide, köszönöm. Hogy minden fából lesz, de így nem hiszem, mivel nem. Mert én azt mondtam, nem tudom. Most is belagoltás el a komacucokat. Nem tudom, ekkora ház bőven elegendő. El is volt a fám, akkor nem bőven elegendő. Én csak ezért visszakérem, hogy ütett, hogy ne kelljen, hogy járkálnom messze, mert nagyon kevés van itt a közelemben. Ez a bajom, úgy sok állat van, de nincs elég fa. Na ez az, na ezt vissza is rakom ide akkor. Még vágok. De mennyi nem, és nem is kell itt zérem sehova, szóval így. Egyrészt itt fogunk lakni tényleg, mert itt nem sok az állat, itt van lámácska, és lámácskát nagyon be kell fogni, már lámácskával tudunk lovagolni. Nagyon cukszik a lámáckák. De tényleg. Én nem láttam még, és hát láttam, de úgy, mint úgy játékomból nem láttam még lámát. De ebben a mező benne van, és ez nagyon-nagyon durci, nagyon oda csapik. Na nézzük, hát kajából olyan azért enni kéne, mert enni kéne. Nincs bárány, aha, igen, ez a bajom, nincs bárány. Problematika, mert ha nincs bárány, akkor nincs ágyak, és ágy is kell, meg este harcolik el. Hú, de nem lesz az így jó nekem. Hú, de meg fognak erőszakolni éjszaka. Ne bántsatok, létszik-e. Kész, ez nagyon gyorsan egy valami fákját, mert ez így nem lesz kóser, és még fám se lesz elég, hogy építsem a kis kuckót. De nem akarom, hogy beváljam a fejemet. Nem lesz így jó. Nem lesz ez így jó nekem. Gyerünk el ide azt a fát. Épp, hogy kész lesz. Nem tudom, mit követ szedjek, szerek követ szerintem, és akkor legalább egy tudok csinálni izét. Kandallót? Kemencét. Megint kezdem azt a 5 perces szóláncos hülyeséget, hogy megint nem azt mondom, ami az, csak így mondok valamit, hogy legyen valami témácska. De ne dob már, ne! Ne legyél már sugori! A zenél azért van a háttérben, legalább ne legyen unalmas a videó, ha egyfajta pofázok, értek, szóval így, ne. Azért ne, a pofázok, akkor bocsánat, hogy sokat beszélek, de legalább valami tartalmat kell beszélnem a videó. És ezt, nem tudom, valamiért pofázok mindig, szóval bocsánat. Ennél is kellek mindenkitől. De úgy mindjárt csinálok én fákját, várjátok már. Oké, okay, mennyi slapling, mennyi fa. Okay, na.
Na most kell nagyon gyorsan elhúzni innen, mert... Most fogok nagyon meghalni, ha valaki... De... Apapa, mi? Mi? Hogy néz ki azt a... Picsa, bocsánat. Hát ez... B nagyon jó. Nem akarok csinálni beszélni, de... Azt a... Azt a... nem. Mindig próbálkozom kimondani, de ezt a mégsem. Jó, jó, vissza a háza, mert... Nekem ez nagyon creepy. Sokkal creepy, mint a sima. Hello. Egy fut is bírok, de... Úre, creepy kell. Na. És a kettőt lekraptok, és háromba csinálok ennyi. Na, hogy kell most esüss ki. Mert meg kell a fám. Kell a fám, ki? Kell a szén. Jó, szerintem még elég is lesz meg a kutyapcsői fákját, meg kaját is tudok elesütni, meg bőven elég szerintem annak, hogy csinálom a fákját, akkor... És ez is amúgy turci, mert... Júj! Itt is van az első áldozatom, ne bántsál, Lécike. Lécike, ne bántsál. De durci volt, fókocska. Nem beverem a boksit így, nem jó. Nem gyerekek, most fostam össze magam, ez mi? Hogy néz ki? Oh. Nem, gyerekek, én nem. Esküszöm. Nagyon jó néz ki a játék. Annyit beszélek, de nem tudom miért. De. Nem, sics, ennyi nem. Nem. Ennyi. Á! Pokica! Pokica! Ajj, jött rám, hogy majd összeszítem magam. Nem akarok csak beszélni, mert mindig az van, ha csúnyán beszélek, akkor nem jó a videó. Egy percet veszem már. Már 12 percet veszem, szerintem egy 20 perces, vagy egy 10-valahanyas elég lesz, nem? Egy kezdésnek, hogy boldog új évet, új vele videó, hardcore-ra kezdjük az évet. És nincs több fám, és meg fogok halni, és van kajám, de ágyam nincs. Jaj, ne, nem nézd, ne! Ne! Utálok! Nem is szó szemébe, ez csalás. Te akarom már ki a hábomból? Mi a köcsök? És köszönöm, hogy... Ne! Azért, hogy itt voltunk, hogy zapjavattam volna ezzel a kis videóval, akkor a évet szerintem így nyitottuk, akkor ezt a hardcore hagyjuk szerintem a pipába, szóval akkor most meghaltam, szóval az első résznél meghaltam. Ha nem szépen köszönöm, hogy megnéztétek, akkor így nyitjuk az évet, akkor újra elkezdjük a hardcore-t, és nem így, de újra fogjuk kezdeni. Köszönöm, hogy itt voltunk, én zapjavattam voltam, és akkor már nem tudom, lesz a live, de lesz live, illetve meg én visszabeszélek. Fontinezből lesz live gyerekek, szóval abba fogok játszani este, nem tudom Minecraftozni meg fogunk-e, nem fogunk-e, majd meglátom. Akkor így kezdjük az évet, nagyon szuper, szóval meghaltam. Mindegy, már a kurva kezdjük még egyszer a hardcore-t, akkor az első, második résznél meghaltam. Na, köszönöm, hogy itt vettek, itt voltam, és ez itt a hardcore lett volna. 2008-ban is képen új évi kezdés, na sziasztok!